Edvard király, angol király léptet Fakó lován, körötte csend, amerre ment és néva tartomány. Arany János Szavaló nevéhez méltóan Arany János Felszibárdok című költeményével indította a Zenélő Kultúrudvart szombaton délután az Oskola utcában. A királyi napokat megelőző eseményt az idén 30 éves fehérvári polgárok egyesülete álmodta meg, és rendezi meg hagyományosan minden évben. Immár 11. alkalommal várták a közönséget a művészek. Itt van a helyiségünk, az egyesületi helyiségünk az udvarban, illetve az épületben, és itt volt ez a gyönyörű szép udvar, arra gondoltam, hogy ez a szépsége, az a szépségéhez hozzáadna, hogyha itt egy valamilyen kulturális rendezvényt tudnánk szervezni, és akkor elhatároztuk, hogy festőket hívunk, fellépőket hívunk, fotósok vannak, füttyös versmondó, énekesek, stb. Vannak amatőrök, és vannak profik is. A Köfén férfi kórus katonadalokkal kápráztatta el a közönséget Mihályi György kórusvezető segítségével, de számos verses, zenés produkció várta a művészet barátokat. A résztvevőket Lerner Zsolt alpolgármester köszöntötte, aki beszédében hangsúlyozta, a Fehérvári Polgárok Egyesületének kultúrprogramja jelentős szerepet tölt be a város közösségének építésében. A Fehérvári Polgárok Egyesülete már 30. éve a fehérvári közösséget kovácsolja, és ez nagyon jól eső dolog, hogy a kultúrán keresztül. Itt ugye zenészek, versmondók fognak fellépni a mai kultúrudvar főszereplői, de ugyanúgy a fotósokat és a képzőművészeket is megtaláljuk majd itt a kultúrudvarban. Idén is bemutatkozhattak az ország minden tájáról érkezett művészek a szép számú érdeklődőnek, és helyben készült festmények is várták a kultúra szerelmeseit.